A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A rövid hír május 20-án újra Székelybál, jótékonysági székesfehérvári Székelybál. Én azt gondolom, hogy ez az a rendezvény, ami megerősít bennünket, és meg annyi csodapillanatokat hozott mindez idáig. Vendégem pedig a bál alapítója, a Válasz Független Civilek Székesfehérvárért Egyesület elnöke Juhász László. Szervusz, Laci. Szervusz, jó estét kívánok. Gondolom, ebben egyetértünk, hogy ezt már mindig nagyon-nagyon várjuk, hiszen az Egyesület célja, az a célkitűzés, amelyet meghatározott még annak idején, az mindenképpen az volt, hogy a hagyományteremtés mellett a helyi és külhoni jótékonysági célokban is támogassa a rászoruló szervezeteket, márpedig én azt gondolom határainkon túl és a Kárpát-medencében van ilyen szervezet bőségesen. Nos, hát akkor kezdjük el, hiszen Hotel Magyar Király. Ez most már egy fantasztikus új helyszín. Én magam is voltunk számtalan helyszínen. De egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen amikor meghatároztátok a célt, akkor az eszközt is hozzárendeltétek, mindig fantasztikus fellépők vannak, de honnét jött a gondolat, hogy elsősorban a székely települések megsegítésére megrendezzétek ezt a bált, tehát a Válasz, és még nagyon sok mindenki bekapcsolódott a későbbi időszakban. Igen, hát ugye nem volt egyszerű. A gondolat, hogy mindig el szoktam mondani, hogy sokat jártunk én is, és a csapatból is többen ugye Székelyföldre, és hát ugye minket magával ragadott az ottani, nem csak a táj, hanem a kultúra, az emberek, stb. És ugye azt is tudjuk, hogy itthon rajtunk kívül is még rengetegen járnak is Székelyföldre, de nagyon sokan még nem jártak, vagy nem ismerik az ottani kultúrát, táját és embereket, illetve azt is, hogy bár Fehérváron százalékos arányában nincs olyan nagy székely közösség, de azért itt is vannak, és hogy valahogy ezt, amit mi is kapunk ott töltött lelki pozitívumot, amikor kimegyünk, azt is, meg amivel találkozunk, amit tapasztalunk, hogyan tudjuk átadni esetleg itt a székesfehérváriaknak, és hogyha nem is feltétlenül ugye mindig a helyszínen, hisz ez egy bál, és egy minőség bálra törekedtünk, ami viszont ugye nem a legolcsóbb kategória, de az, amivel felvezetjük, amivel bevezetjük, illetve maga a médiában lejövő hírek által nagyon-nagyon-nagyon sok fele el tud menni ennek a híre, és azt gondolom, hogy a célunkat így érjük el igazán, nem csak az adott pillanatból ott a több mint 200 ember, aki szombat este most ott lett a Magyar Király Hotelben, hanem így ezen keresztül, hogy terjed, és sok fehérvári székely embert is, vagy székely kötődési embert is megtalálunk. Ugye nekünk is a két Covid évén nagyon sok ilyen programnak nagyon rosszat tett az a két év kihagyás, de hát tavaly is megcsináltuk, illetve idén is ugye mertük, most meg a háború miatt volt a billegés, és én magam is féltem attól, mert azért azt tudni kell, mint egy színház belépő jegyárába, gyakorlatilag, amit a lakosság, amit az ember, a néző megvesz színházjegyet, az ugye a töredéke annak, ami a valóságos költség annak a színházjegynek. Ez ennek a bálnak az esetében is így van, hiszen egy minőségi produkciót is adunk mellé, azon kívül ugye az étkezés is egy négyfogásos székely, vacsora, stb. Tehát nehéz volt beleállni idén is, hogy megmerjük-e csinálni, és most már örömmel mondhatom, hogy így ráfordultunk az utolsó hétre, hogy jól tettük, hogy beleálltunk, hiszen a 200-as létszámot idén is át fogjuk lépni. Itt fontos, hogy az eszmerendszer is illeszkedjék mindig a bál célkitűzéseihez. Én azt gondolom, hogy amikor az évek során szépen hozzászoktunk, hogy olyan művészek jelennek meg, és itt természetesen majd fogunk beszélni azokról is, akik megfizetik ennek az árát adott esetben, a segítség gyanánt természetesen. Hogy lehet olyan művészeket találni, akik elkötelezettek? Nem, tehát itt hangsúlyozottan Székelybál ugye a jelzőszerkezet, de itt a határon túli magyarság megsegítését szolgálja. Mert ez egy misszió részükről is.
Igen, hát mindenképp ugye a magyar könnyűzenei palettát is nézzük, hiszen van benne olyan része, mint minden egyes. Székelyföldön és Bálban ma már ugyanolyan rendesen zenekarok, és ugyanazt a zenét játsszák sokszor, mint itt. Mi egy picit ötvözzük az autentikát és a jelent is, tehát hogy mindenképp mindenki megtalálja a megfelelő, a számára megfelelő szórakozási módot. És ugye nagyon fontos az üzenetként, a visszatérve egy picit akkor erre gondolt, és idén, hogy Csikmadarason az általános iskolának egy székely kaput szeretnének építeni, elkaptuk ezt a pillanatot, mindig figyeljük, rengeteg az ismerősünk, a barátunk, és ráadásul Székesfehérváron Vörös Marti iskolán keresztül, általános iskolán keresztül volt a csikmaradási testvériskola, így pláne láttuk az életüket. Mindig van valami információ, ami jön, és amire azt mondjuk, na, ez akkor egy jó cél. Nem mindig olyan értelemben a jótékonyságot venni a mi esetünkbe, ebbe a Székely Bál esetébe, ugye, hogy mondjuk adomány tekintetében, hanem a szakralitás, a hagyományok megőrzését is fontosnak tartjuk. Most az idei pont egy ilyen lesz a Székelyföldön, hiszen a Csíkmadarasi Általános Iskolának a székely kapuja ezt a célt szolgálja, hogy megmaradjon az örökségünk. Illetve van még egy célunk, ugye a Kárpátalján a Kegyes Alapítványnak gyűjtöttünk tavaly, és idén pedig a Borzsavári Tehetségkutató Zenekar annak küldünk. Kétszer jártak már Fehérváron a Székelybába föllépni, és most úgy gondoltuk, mi segítünk nekik, hiszen amikor fölléptek nálunk először, még nem működött az, amit megcsináltak. Mezővári nevezetű településen, ők gyakorlatilag a régi szoc kultúrházat megszerezték, és a zenekarba az egész család lépnek fel, a Kovács család, így ismerhettük meg őket a Székelybába, és a feleség és a férj is pedagógusok, zenepedagógusok, és ott több száz környező falvakkal együtt több száz gyereknek a zenei oktatását végzik, még most ebben a háborús helyzetben is, és ugye mindig hozzá kell tennünk, hogy a felnőtt férfiaknak a nagy része nincs otthon Kárpátalján, viszont az asszonyok és a gyerekek otthon vannak, járnak iskolába, és próbálják a hagyományt, a kultúrát megőrizni. Kétszer jöttek Fehérvárra térítésmentesen fellépni más kárpátaljai célok megsegítésére, és úgy gondoltuk, akkor idén most őket segítjük meg, hiszen időközben ők is fölváltak egy akkora feladatot, ami az ottani kultúra megmaradása, és ez rögtön be is csatolok, hogy a bálunknak ugye az a neve, hogy Fehérvári Székely Bál, a Kárpát-medencé magyarság ünnepe. Tehát így próbáljuk ezt a nemzeti összetartozást tényleg lefedni a bállal. Nyilvánvaló, ez eddig is így volt, hiszen Felvidék, Délvidék és Kárpátalja, valljuk meg, soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy odafigyeljünk, hogy mi történik Kárpátalján, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó út. És de még egy pillanatra térjünk vissza Erdélyre, illetve Székelyföldre, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy évtizedes remek kapcsolat fűz székelyföldi településekhez, ahol valljuk meg, hogy óvatottan is keveset tudunk róluk. Mi, akik járunk ki, azért látjuk, hogy milyen elkötelezettségük van a magyar nyelv, a magyar kultúra iránt, és bizony egyre inkább én azt látom, hogy vannak szervezetek veletek az élen, akik foglalkoznak ezzel, de mintha kevesebben lennénk. Tehát ez megerősítést jelent, én azt hiszem, hogy valamennyi határon túli magyar intézmény, illetve település számára. Hogy találtok rá, tehát itt most a művészetről beszélünk már, és most például olvasom, hogy fellép Varga Miklós. Én azt hiszem, hogy ez egy óriási lépés, mert ugye már most másodszor találkozhatunk vele, és ő nagyon sokat tett azért, hogy a magyarság, a mi öntudatunk megmaradjon. És ezek között nincsen egyetlen olyan gondolatsor sem, ami megkérdőjelezi az ő elkötelezettségét. Igen, azt gondolom, hogy Magyarországon keveseknek kell bemutatni, esetleg még a legfiatalabb generációnak, de talán nekik se. És azt gondolom, hogy amit ő letett a munkássága során, ahogy szerkesztő is mondtad, hogy gyakorlatilag ő rajta látszik is, hogy ő ezt tényleg szívéből is hozza ezeket a dolgokat, ami a magyarságot illeti, és a dalaival ezt tükrözi, hiszen rengeteg olyan dala van, olyan éneke van, ami ezt erősíti meg, és dupla apropója lett a történetnek, hogy ugye, hát azt is mondanunk kell, lassan ő is már azért korba egész jól belelépett, viszont idén 40 éves az István a király, és azt gondoltuk, hogy akkor egy jó jubileumnak a tiszteletére, hogy a 40 évnek a jubileum, akkor idén a Varga Miklós megint köszönthessük, ki tudja, hogy lesz erre még lehetőségünk, mert ugye ráadásul a művészeknek azért elég jól megtelik a naptárja előre, sokszor lehet, hogy évekig nem tudnánk összehangolni,
számolni. Most pont szabad volt ő is, és csodálatos gondolat volt szerintem, hogy őt meghívjuk ismételten másodszor, hiszen első alkalommal is jelentős sikere volt a bálba. Másabb azért egy ilyen pár méter egy asztaltól egy ilyen közvetlen terembe találkozni vele, vagy utána beszélgetni a báli vendégek tekintetében is mondom, mint amikor egy nagy koncerten vagy a kordon, színpad, messze vagy távolság van, az is egy hatalmas élmény tud lenni, de ez egy más jelleg, tényleg egy autentikusabb, egy élménydúsabb találkozás. Igen, ráadásul egy bensőséges igen. helyszínen, ami a fontos, ahol egyébként zenélni fog az Asterix Live Music Band, ami megint egy jó hír, mert én azt gondolom, hogy ők is egy különleges stílus képviselnek, és méltóságot adnak ilyen értelemben és ennek a bálnak. Igen, sokszor felmerült a szervező gárda, amikor beszélgettük, a többiek nyomtak, hogy váltsunk már zenekart, mert most az ötödik alkalommal fog jönni az Asterix zenekar, hogy hát miért nem a Fehérvári vagy közelít. És akkor azt mondom, pont az, hogy Fehérváron ugye rengeteg egyéb esemény van, amikor sokszor az itteniket már ismerjük, és ugyanazokat az arcokat látjuk, és pont az egy kicsit a bálnak ez is benne van, hogy próbáljunk egy picit mást is hozni, más szint hozni a Fehérvárra, nem mint hogyha ugye bármi gondunk lenne, bármelyik Fehérvár zenekarra egy együttes, hanem ettől egy kicsit másabb, hiszen az Asterixet a jelenlegi Alba Régia szimfonikus zenekar igazgatóján keresztül, Ruf Tamásoron keresztül találtuk meg, és azt mondjuk, hogy a bálnak talán ez az egy állandósága most már lassan meg lesz, hiszen az ötödik lesz, hogy az Asterix, ötödik alkalommal lép fel az Asterix, tehát egy állandóságának mondhatjuk a háttérzenekart úgymond a bálba, idézőben háttérzenekar, hiszen a fő hangulatfelelősök ők lesznek, és róluk ugye azt kell még pluszba tudni, hogy ők egy mohácsi zenekar amúgy, és szerte Európában nagyon sok ilyen magyar bálba, vagy a kint élő magyar közösség, hol vannak, őket hívták, és valahogy ez ilyen védjeikké váltak ezek a külhoni fellépések is nekik szerte Nyugat-Európába, úgyhogy azt gondolom, bőven érzik azokat, hogy az elszakított magyarság, vagy maguktól eltávozott magyarság, így is mondhatnám, mikor milyen zenére kapcsolódik be a táncba és a mulatságba. És ez bizalmi kérdés egyértelmű ebben az értelemben is, mint ahogy az is, hogy bemutatkozik az Alba Régia Tánc Együttes Pulutyka csoportja, méghozzá székelytáncokkal. Igen, ez egyetlen. Is ritkaság, mert én azt gondolom, hogy bármilyen sikert is érnek el, mert hogy azért látjuk, hogy remekül felkészített csapat a táncegyüttesből bármelyik, de a Pulutyka ezekkel a táncokkal nekem volt szerencsém már látni. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy sikert fog aratni. Igen, hát profik, tehát egyértelmű profik, és pont az előző gondolatmenethez illik is, hogy ugye hát mi a fehérvárjaknak is adunk mindig fellépési lehetőséget, mindig forgatjuk ezt is. Ez egy tudatos történet, hiszen az első bálon Fehérvár, szintén az Alba Régia Néptánc Együttes volt, és a második, harmadik, negyedik, ötödiken pedig Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja, és most újból Fehérvárra, ez a külső szemlélőnek nem tűnik föl, nekem mint szervező egyértelmű, hogy ez egy tematika, hogy újból Fehérvár kerül a táncosok tekintetébe a parketre. Nagy titkot nem árulok el, jövőre megint Erdély jön akkor, tehát megyünk sorba, ugye, körforgásba, négy nagy elszakított országrész, és Fehérvár, és a Pulutykát fiatalok, szépek, profik, ragyognak szerintem, és ideillő táncokat fognak produkálni, úgyhogy azt gondolom, tényleg nagy sikerük lesz nekik is. Annál is inkább, hiszen ők a Fölszállott a Páván is egy remekül szerepeltek, külön díjat nyertek, és Majoros Robiék azért tudják, hogy miktől döglik a légy, igen. ha úgy tetszik. És hát a székelytáncok pedig különlegesek, mármint a magyar viselet és a maga a ritmusa is egy kicsit más, mint amit mi megszoktunk. És hát visszatér Illyés Szabó Anna, aki megint egy olyan különleges személyiség, hogy én azt hiszem, hogy példanélküli az a ritmus, az a megszállottság, ahogy ő a történeteket meséli. Igen, ő csiki származású, ősszel a Székely Fesztiválon már láthatta, aki a Székely Fesztiválon is járt. Itt egy pillanatra talán ki is tekintek, hogy amikor azt mondom, hogy ugye ez egy viszonylag minőségi drágább rendezvény, és ennek a párjaként tavaly először megcsináltuk ősszel a Székely Fesztivált, amit kifejezetten arról szól, hogy bárki el tudjon jönni, aki találkozni szeretne ezzel a kultúrával. Tehát ez egy kiemelt, ez egy magas minőség, magas nívójú rendezvény, drága rendezvény, míg az őszi is egy jó rendezvény, mindenképp minőségi fellépőket hozunk, de az egyértelmű bárki részére látogatható, és Illyés Szabó Annát is csíkba ismertem, meg is csiki származású, mert
legsikeresebb mondóról beszélünk, és mi, hogy annyira sikere volt neki össze a Székely Fesztivál, azt gondoltuk, hogy akkor Bálon is mutassuk meg őt is. Ugye beszéltünk arról, hogy ez egy kiemelt jótékonysági rendezvény, és nagyon-nagyon fontos, hogy minél többen válasszák ezt hétvégi programul. Ilyen értelemben hogy álltok a jegyértékesítéssel? Itt említetted már, csak akkor egy kicsit pontosabban. Igen, e hét csütörtökig, tehát a Székely Bálnak van egy székelybál.hu oldalunk is, weboldalunk, de a Facebookon, közösségi portálon, hogy Fehérvár Székely Bál tekintetével lehet minket leggyorsabban megtalálni, vagy az e-mail cím, hogy fehérvárisékelybál@gmail.com, és csütörtökig még bárki vehet belépőjegyet. Ez egyik, aki lakosságiként, érdeklődőként a helyszínen szeretne minket segíteni, hogy ő is jól érzi magát, tehát erre is még van lehetőség most a hét csütörtökig. A másik lehetőség, hogy bármikor ezeken az elérhetőségeken egy üzenetet, ha küldenek ugye a kollégáknak, akkor támogatója egy vásárlásával, akár 1000 forint, vagy akár meg nem szabott összeggel, akár cégek is támogatnak így is minket pluszba, hogy támogatója egy vásárlásával is ezeket a célokat lehet segíteni. És a harmadik kalap, ami volt, ami nagyjából a mai nappal lezárul, hogy vannak azok a céges partnerek, akik viszont a helyszínen is akár megjelennek személyesen, vagy pedig a Bál kiadványaiba, a Molinon, stb. Ezek nélkül nem is valósulhatna meg ebbe a minőségbe a Bál, és szerencsére mondhatom azt, hogy különböző mértékben, módon, de közel 200 céges partnere is van már a Bálnak, tehát ez egy hatalmas 3 hónapos munka van ez mögött, a Bál mögött, hogy majd minden úgy nézzen ki szombat este, hogy kinéz, és hogy legyen tényleg eredményem is, odaadhatunk Csíkmadarasra, és odaadhatunk majd a mezővári településnek is. Úgyhogy ezek a lehetőségek megvannak mindenképpen, illetve aki jön a Bálba és még vagy szeret le, nagyon, akkor még a helyszínen ugye a tombola vásárlása is. Egy kicsit jelképesen 64 tombola tárgyat fogunk kisorsolni, és közötte a fődíj azt például pont egy határon túli utazásnak a 100 000 forint szoros bónja lesz, amit beváltatnak. Méltatlanul kevés szó esik a segítőkről, de én azt gondolom, hogy a Válasz valamennyi tagja benne van ebben egyik oldalról. A másik oldalról pedig Szili Csaba is nagyon sokat tesz azért, ugye megyei képviselőként és úgy általában is, hogy a fiatalokat is megszólítsátok. De ugyanez vonatkozik egyébként Deák Lajos, a nemzetpolitikai tanácsnokra, aki esztendők óta segíti ezt az egészet. Így ez a közös összefogás, ez, én azt látom, hogy tartós és teljesen természetes. Tehát mindenki nem felszólításra történik, hanem mindenki hisz abban, ebben a misszióban, mert ez, valljuk meg, hogy ez egy küldetés számotokra is. Igen, nagyon köszönöm a kérdést, nagyon jó, hogy tudunk erről is most beszélni. Igen, Deák Lajosné Zsuzsa a világ legtermészetesebb módja, ahogy mi együtt működünk évek óta, és azt gondolom, hogy csodálatos, és ő lesz az egyik fogadó, a vendégfogadó velem és Szili Csabával együtt, illetve Csaba ugye a közösségi portál, amik megjelennek cikkek, híradások, azt mind Szili Csaba írja a Székely Bálnak a Facebook oldalán, és csodálatos felhozó, nagyon jó marketinget csináltunk szerintem a Bálnak, és a Válasz csapat tagjai közül, itt főleg így a többiek közül inkább lányokat is kiemelném, hiszen ők is a helyszíni dekorációtól kezdve az előmunkákat, na is mondjam, hiszen, mint mondtam, hónapok óta megy, az ötletelésektől kezdve, például a Tóth Szilvi, az tavaly, mert ő is kétszer volt László Attila, ő ajánlotta figyelembe a László Attilát, őt nem ismertem, tehát ő neki volt egy ötlete, én meghallgattam, megnéztem, azt mondtam, nekünk ez kell, és azóta már nem is kétszer, hanem háromszor volt Fehérváron, meg kétszer a Székely Bálba, egyszer pedig a Székely Autonómia napi rendezvényünkön. Úgyhogy mindenki beleteszi a munkát, akár ötletekkel, akár fizikai munkával, akár helyszíne, vagy akár mondhatnám a saját öcsémet és unoköcsémet, aki pedig a fizikai pakolás előkészítés részében is aktívan részt vesznek. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen nagy csapatmunka, és nem egy ilyen megrendelem munka, és valaki ezt elvégzi, hanem ebbe tényleg egy jó kis tím dolgozik együtt most már évek óta. Ez egy nemzetpolitikai kulturális rendezvény, nem lehet kétséges, ami segítő szándék, az mindennél fontosabb, és ennek azért példája, hogy természetesen a fővédnökök ebben az esztendőben is Cserpakovics András polgármester úr, illetve Varga Tamás országgyűlési képviselő, ami én azt hiszem minden szervező számára megerősítés, mert azért nagyon-nagyon fontos, hogy az első számú politikai vezetők, a közélet szereplői is figyelembe vegyék, hogy igen, veletek vagyunk, mert egy fontos küldetést képviseltek. Igen, és ezt is köszönöm mind polgármester úrnak, mind miniszterhelyettes úrnak, és itt volt, hogy
kaptuk meg azt a kritikát, hogy hát miért kell ide politikus a fővédnöknek, stb. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár, és itt jön a fő szó, Székesfehérvár mindenkori polgármester és mindenkori országgyűlési igen. képviselője, hogyha a bál mellett van, és ezek mellett a célok mellett van, akkor az nekik is jó, és nekünk is jó, tehát ez egy kölcsönös jó együttműködés, és azt gondolom, hogy polgármester úrtól is, miniszterhelyettes úrtól is, tényleg fontos ez az, hogy a nevükkel ott vannak a bálba, hiszen a határon túli közösségek életében az ottani politikai szereplő, hogy településre viszünk adományt, rögtön látják, hogy igen, azért ez a társaság, akkor valószínűleg élvezi azt a közéleti bizalmat is, hogy nem csak a lakosság részéről, hanem a politika részéről is, hogy szívesen állnak mellénk, vagy akár támogatók tekintetében is ez egy üzenet. Annak ellenére, hogy a bálba, ugye szerkesztő is, te is voltál ott többször, 0 perc politika, tehát semmi igen. politikai megnyilvánulás nem hangzik el, sem a bálba, sem a felhozatalba. Egyszerűen közöljük azt a tény, azt mindig leírjuk, hogy fővédnökök, védnökök, és ez szerintem mind a két félnek jó, ez egy kölcsönösen jó együttműködés, és azt gondolom közös feladatunk, és sőt, hogy tovább menjek, szerintem nagyon nagy példát mutatunk ezzel Magyarország bármelyik település előtt, hogy itt van egy civil szervezés, aki ezt magának érzi, és teljesen független attól, hogy nekem is van a Fehérvári közgyűlésben politikai szerepvállalásom, teljesen független ettől a történettől, megy ez a történet, hogy a fehérvári testület ilyen értelemben, vagy pedig miniszterhelyettes úr ugye mögöttünk áll. Én szerintem ez egy példaértékű. Igen, hát tulajdonképpen az üzenet nem más, mint hogy veletek vagyunk, erdélyiek, székelyföldiek, kárpátaljaiak, felvidékiek, délvidékiek, mi együtt 15 millióan, ha úgy tetszik. Sajnos már kevesebben valószínű, de igen, ennél mindig bennünk van ez a 15 millió. Ez a fontos üzenet, hiszen jelenleg azt gondolom, hogy ha csak a bár 8 éves történetét megnézem, az is egész hektikus, de a rendszerváltás óta, csak nem menjek sokkal messze vissza, a rendszerváltás óta megnézzük, hogy mi történt az elszakított ország részeken, szinte hihetetlen elképesztő, milyen forgások vannak itt, és hogy valamikor a legnagyobb, a legrosszabb viszony a délvidéke esetében volt a magyarok esetében, a legrosszabb helyzetben volt időszak, és ma meg azt mondjuk szinte a legnyugalmasabb állapot, persze ez sem igaz, a négyet összehasonlítva ott van. Még Erdélyben mai napig vegzálják a magyar közösségeket, a zászló használata, a jelképek, a szimbólumok használata miatt, vagy most már az is, hogy magyarul van valami ott kiírva, addig azzal nem volt probléma. Ugye Felvidéken még továbbra is ugye elveszítheti az állampolgárságát, a szlovák állampolgárságot, aki felveszi a magyar. 2023-ban az Európai Unióban erről kell beszélnünk, ez szerintem szörnyű egy uniós ország esetében, és hát a sors meg sajnos azt hozta, hogy bár eddig is a legszegényebb elszakított országrésznek számított Kárpátalja, de most a háborús helyzet az rengeteg új kihívást fog elénk állítani, hiszen az ottani 150 ezres magyar közösség a becsült szám volt ugye ez a háború előtt. Most azt mondjuk körülbelül lehet, hogy a fele vagy a felénél egy picit magasabb ez a szám, de az életerős férfiak hiányoznak, hiszen már és ez sok nézőnek nézi a híreket a háborúról, és ez nem biztos, hogy átjön, hogy a 16 éves, 17 éves gyerek is már, hogy betölti a 16. évet, már jön át gyorsan Magyarországra, mert ott van a Demoklész kardja feje fölött, hogy sorozzák, és ugye viszont a családra, a házra kell, hogy valaki vigyázzon, a gyerek jár az iskolába, az általános iskolába, vagy az elemiskolába akár, és az asszonyok, vagy az idősebbek maradtak otthon, akiket átjött magyarok, és most ne keverjük össze az ukrán menekültekkel, mert sokan ezt is összekeverik. Igen. Szó sincs róla. Tehát van egyszer az ukrán menekült, azt, amikor Magyarország kellett segített, és segített őket humanitáros módon, és van a magyar közösségek, akinek a megmaradásáért kell küzdenünk, és az a legfontosabb, hogy a szülőföldjökön tudjanak megmaradni, és hogy a keleti végeken is maradjanak magyarok, és talán reméljük, hogy egyszer véget ér ez a háború, már ebben a pillanatban nem úgy néz ki, hogy mostanában lesz, de hát sose lehet tudni, mit hoz a nagy politika, és nagyon-nagyon fontos most a segítség Kárpátaljára szerintem minden értelemben, és főleg itt is a lelki értelemben is, nem csak az anyagi. Így van. Tehát ezek a kis lépcsők és kis lépések tehetik jobbá a határon túli magyarság életét. Nos, hát természetesen ott leszünk és beszámolunk a történésekről. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és akkor hajrá! Kedves nézőink, május 20-án a Hotel Magyar Királyban ismét székely jótékonysági bál. Aki még nem tette meg, és lehetősége nyílik rá, az jelentkezzék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Köszönöm. Viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.